A Pro Urbe díjat 2018. évben dr. Köles József részére adományozza. Köles József Pro Urbe díjat vehetett át a szeptemberi dísztestületi ülésen. A kitüntetés átvételekor hatalmas tapssal köszöntötték a főorvost, aki 47 ledolgozott munkaévért, valamint a közéletben vállalt jelentős szerepéért kapta az életműdíjat. A Kommentár című műsorunk felvételeikor Köles József részletesen beszélt gyermekkoráról, életpályájának indulásáról és az egészségügyben eltöltött hosszú és tartalmas évekről. A főorvos elmondta, mélyen vallásos családban nevelkedett, s a hit végig kísérte életét, gyermekeiknek is igyekeztek átadni ezeket az értékeket. Feleségével Turáról indultak, életüket a munka és a család töltötte ki. A szorgalmas munkamorál és a családközpontú értékrend azonban mélyen a gyerekkorban gyökeredzik. Az ember hívőként azt mondhatja, hogy hálát kell adni azért a fölöttünk lévőnek, hogy olyan közösségbe, olyan családba bocsátott útra bennünket, amilyet én akkor kaptam. Az általam ismert, és az általam talán nem is ismert őseim, mint kitartó munkát végezve dolgozták végig életüket. Ezt kaptam örökségül, közvetlenül a szüleinktől. Köles József elmondta, az általános orvosi diplomáját 1971-ben szerezte, de azután hosszú út várt még rá az orvosi hivatásban. Életét mindig az egészségügy, a családja, három gyermeke, unokái és a szenvedéllyel szeretett énekkari próbák és fellépések tették ki, s teszik ki még ma is. A Pro Urbe díj mögött valójában csaknem fél évszázad áldozatos munkája, komolyan vett hitélet, a család szeretet és a közéletben vállalt tevékenységek állnak. A Köles József főorvos úrral történő beszélgetés teljes egészében a mai híradónk után a Kommentár című műsorunkban tekinthetik meg.